Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hétvégi szerelmi jóslás március 14-éig. A baloldali kártyák mutatják azt, hogy mi történik a pénteki napon. Ott fent, ezen az első kártyán láthatóak az érmék. Ez utal anyagi dolgokra vagy hivatásra. Persze az érmék jelentik a belső értékeket is. Ott középen ez a férfi ad valamit, de nem mindenkinek. Csak egy valaki kap ebből a pénzből. És ez azt jelenti, hogy itt vannak igazságtalanságok. Holott a másik kezében ott van a mérleg, ami utal bírósági dolgokra, vagy az igazságra, persze a belső egyensúlyra is. Ő megpróbálja most így kiegyensúlyozni a dolgokat, mégis történik ez az igazságtalanság. Valaki kihasználja őt, vagy valaki megpróbál téged kihasználni. Itt nem csak anyagiakról van szó, hanem értékekről, belső értékekről is. Előfordulhat, hogy valaki rabolja az idődet, az energiádat. Az alatta lévő képen látható egy király, megvan ez a büszke fellépése, és uralkodik. Uralkodik a levegő eleme felett, ami utal könnyűségre és kommunikációra. Tehát lesz itt egy hír, vagy fontos az, hogy ő vagy te védd magadat, ne hagyjátok azt, hogy valaki megpróbáljon benneteket kihasználni. És pontosan ez ad erőt, amit a harmadik kép mutat. Itt nem csak a külső erőről van szó, amikor védeni kell magunkat, mint egy oroszlán, hanem a belső erőről is, amit ez a filigrán hölgy mutat. Bízik magában, bízik a belső erejében. És most megtekintjük a szombati napot. Mindhárom képen érezhető a szomorúság. Olyan letörve érzed magad, mutatja a második kép ott baloldalon. A kislány ugyanerre utal. Itt vannak fájdalmas emlékek, de ezt le kellene zárni. Maradjunk még ennél a kártyánál, amit ez a kislány mutat. Itt tényleg vannak fájdalmas emlékek, de ezen a képen három kard van. Az egyik utal a fájdalmakra, de a hátsó kettő a szabad, az új, ott nincsenek fájdalmak, és mutatja a jövőt. És oda kellene figyelni. Ami még fontos, azt mutatja a királynő. Te vagy ez a királynő, vedd kezedbe a dolgokat, mint ahogy ő is mutatja ezt az arany érmét. Mégis érezhető a szomorúság, mert ez a királynő úgy gondolja, hogy ez, amit birtokba tud venni, ezt az arany érmét, természetesen utal értékekre, anyagi dolgokra, de belső értékekre is. Amit ez a királynő nem vesz észre, az a nyuszika ott mellette, és az szimbolizálja a szaporodást. Itt lesz egy bőség, egy jó anyagi helyzet, vagy jó lehetőségek, de ne maradjunk ott azoknál az emlékeknél, ami szomorít bennünket, hanem tekintsünk a múltba. Itt jóra fordulnak a dolgok. És amit a királynő még mutat, legyünk biztosak a saját értékünkben. Azon kívül
utal a föld elemére, itt reális dolgokról lesz szó. Lehet, hogy valamit le kell zárni, de lesz egy új kezdet. És most megtekintjük azt, hogy mi várható a vasárnapi napon. Én most azzal a lenti kártyával kezdeném, ott lent jobb oldalon. Itt láthatunk egy hölgyet a képen, és neki félelmei vannak. De az, ami itt fogva tartja, ez a kis lámpa, tehát ilyen kicsinyes dolgok. Ahol van kiút, az a nagy fény, az égi hatalom. Tehát nincs okunk arra, hogy félelmek vegyenek körül bennünket, hanem itt fontos áttenni magunkat ezeken az érzelmeken, a félelmeken, a bizonytalanságokon. És odafigyelni erre a fényre, mert ez szabadít fel bennünket. A képen láthatóak a kardok, és azok utalnak a levegő elemére. Ez a szabadság érzete, amikor végre fellélegezhetünk, de mutatja a kommunikációt is. Itt lesz hamarosan egy jó hír, és az segít abban, hogy mi áttegyük magunkat ezeken a nehézségeken és korlátozásokon, mert erre a korlátozásra utal itt a 9-es szám. A másik két képen látható egy fiatal fiú, és az utal újdonságokra, egy új kezdetre, kis lépésekre, óvatos lépésekre, de kis lépésekkel is elérhetőek a célok. Az egyik képen az érem látható, az utal az anyagiakra, munkahelyi dolgokra, de belső értékekre is, a másodikon pedig a tűz eleme látható, a bátorság, az erő és a lelkesedés. Valami közeledik hozzád, ami téged lelkesít és megadja a biztonság érzetét, valami javul az anyagiak terén vagy a munkahelyen. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!